Egy egyszerű C-dur akkorddal mit tudunk kezdeni, hogy egy picikét igényesebbé váljon és fantázia dúsabban szóljon? Ez lesz a téma a Pop Suli negyedik részében. Egy picikét földíszítjük az egyszerű C-dur akkordunkat, és megnézzük, hogy hogy tudunk egy új ruhát adni neki. Szóba kerül a C suspend akkord, és az AD9 is, nem kell megijedni ezeknek a nevétől. Az egyszerű pop dal ötleteinket gyönyörűen fel tudjuk egy picit pimpelni, és sokkal igényesebb formába tudjuk tenni így a zongora kíséretünket. Ez lesz a mai téma, átmegyünk a zongorához, és megmutatom. Addig, amíg átmegyek, nyugodtan iratkozz fel, vagy kövess be, vagy ha bármi kérdésed van, kommentelj, vagy bármi ötleted van, hogy mikről szóljanak ezek a kis topikok, úgyhogy köszi szépen, hogy nézitek, és irány gyakorolni. Na nézzétek meg, mennyi jó dolgot lehet csinálni egy C-durral. Itt egy C-durom. Az E-t, a tercét fölviszem F hangra, aztán leviszem D hangra. Tehát olyan, mint a három szólamom lenne, azaz hát annyi is van. És a középsőből csinálok egy ilyen belső szólamot. Már is sokkal szebb és igényesebb, mint a sima hármas hangzat. Teszek alá egy C basszust, a hangnemem C dur amúgy. Tehát C dur a tonalitás, és figyeljetek! Lemegyek A-ra, megyek F-re, aztán G-re. Aztán nézzük. Coldplay kedvelőknek szerintem nagyon kis szexi zenei motívum. Ugye ez így egy C-sus-4, ugye a kvárta suspend, kis lehetettem, aztán leviszem E-re. Ez pedig, hát igen, erről mindig vita van, hogy ez most egy sus-2-e. Én azt gondolom, hogy ha benne hagyom az E-t, és a D-t, akkor mindenképpen egy C add 9, mert a D-vel kiegészítem az akkordot. Ha pedig csak C, D, G-t rakok bele, én ezt már láttam 102-nek is, C-102-nek írva amerikai kottákban. Hát megoszlanak erről a vélemények, ez mindig vita tárgya, egy biztos, hogy nagyon jól szól. Jó gyakorlást!